Köszöntöm nézőinket! A mai közügyekben szó lesz a szabadkai migránslakások építéséről, a várospolgárai mondják el véleményüket. Szabadka hétvége jelentős részében vezetékes víz nélkül marad, megtudjuk, hogy miért. Oktatási témáink is lesznek még hozzá a közelgő érettségi kapcsán, valamint az iskolák biztonságosabb átételével is foglalkozunk, illetve bemutatjuk a Mórahalmi Kapocs Népfőiskolát. Tartsanak velünk! Az elmúlt hetekben a szabadkai közvélemény felháborodását okozta a Gerontológiai Központ március 27-e utcai épületkomplexuma mellé tervezett migránslakások felépítése. A közelben élő polgárok ennek megakadályozása érdekében petíciót indítottak. Egyes politikai pártok szabadkai szervezetei is a polgárokat támogatják. Közleményekben fogalmazták meg álláspontjaikat a lakások és a befogadó központ kapcsán. Ahogy korábban a Pannon Televízió már beszámolt róla, a Szabadkai Gerontológiai Központ mellé tervezik annak a 6 lakásnak a felépítését, amelyben a tervek szerint migráns családokat szállásolnának el. Az egyenként 44 négyzetméteres lakások építkezési és berendezései költségei mintegy 650 ezer eurót tesznek ki, amelyet teljes egészében a norvég kormány finanszíroz. A hír az idősek otthonában élőknek és az utcabelieknek sem tetszik. A szabadkaiak ezért aláírásgyűjtést szerveztek a migráns lakások felépítése ellen. A petíciót több mint 3700 személy írta alá. A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai szervezete is a tiltakozó polgárok mellett foglalt állást, arra biztatva a helyieket, hogy minél többen írják alá a petíciót. Nyitottak és befogadóak a szabadkaiak, de elérkezett az ideje annak, hogy önmagukért és a gyerekeikért a biztonságos, kiszámítható és emberséges jövő érdekében nemet mondjanak az e fajta politizálásnak. Egyebek között ez állt korábbi közleményükben. Nenad Ivaniševič, szociálpolitikai államtitkár nem érti a lakosok felháborodását. Ja moram da kažem da mi je stvarno jako žao što me niko od pokretača, potpisnika peticije nije kontaktirao pa da porazgovaramo o svemu što se dešava, zato što mislim da se ne radi o pravom informisanju javnosti. Dakle, migranti se ne naseljavaju u Subotici, migranti neće dobijati stanove u Subotici, migranti ne žele da žive u Subotici. Radi se o norveškom projektu koji finansira Kraljevina Norveške, koji traje 18 meseci, koji ima za cilj da smesti ukoliko se pojavi 6 majki sa maloletnom decom koje su u azilnoj proceduri. U ovom momentu takvih majki u Subotici nema. A tervezett migráns lakások építésének hírére Maglai Jenő, Szabadka korábbi polgármestere is reagált. A mozgalom a Polgári Szabadkáért frakció vezetője beadvánnyal fordult Bunforti Vadarhoz, amelyben a Szabadkai Városi Képviselőtestület rendkívüli ülésének összehívását kéri a VKT elnökétől. A VMS Szabadkai Városi Szervezete és frakciócsoportja közleményben reagált Maglai beadványára. Ebben egyebek mellett azt írják, hogy emlékeztetni szeretnék Maglait, hogy a VMS volt az egyedüli párt, amely jogos felháborodás címet viselő közleményében reagált a hírre, és a polgárok mellé állt az aláírásgyűjtés folyamatában. A döntés azonban nincs az önkormányzat kezében, olvasható a közleményben. A folytatásban hozzáteszik, hogy Szabadkán a migráns lakások mellett ideiglenes befogadó központ se legyen. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a napokban megkezdődött a migránsok elszállítása Belgrádból az ország különböző pontjain levő befogadó központokba. Az elmúlt időszak negatív tapasztalatai tükrében, ami a migránsoknak a Szabadkán, a város környéki tanyákon és erdőkben, gyümölcsösökben való viselkedését illeti, a VMS a leghatározottabban elvárja, hogy a városban ne legyen ideiglenes befogadó központ sem, vagyis zárják be a 2015. novemberétől a Tuki Ugarok 23-as szám alatt működő ideiglenes befogadó központot. A szabadkaiaknak az az érdeke, hogy Szabadkára ne szállítsanak és itt ne állomásoztassanak migránsokat, mindezekért a soron következő városi képviselőtestületi ülésen ezt a kérdést is megvitatják majd a tanácsnokok, addig is arra appellálva, hogy az illetékesek óvják meg a szerb-magyar határ közelében fekvő várost és lakóinak nyugalmát, biztonságát és mindennapjait, bezárva az ideiglenes befogadó központot, olvasható a VMS közleményében.
A téma kapcsán szabadkai polgárok a vendégeink, Dorogi Erika, Nagykonász György és Körsit Szebasztián. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Mind a környéken laknak, mi a véleményük? Én tulajdonképpen nem lakom a környéken, illetve csak részben lakom a környéken, a Séterdei helyi közösségben lakom. Erről az esetről véletlenül szereztem tudomást Dorogi Erikának köszönhetően. Egy levélben értesített, hogy olvastam ezt a hírt, a Szuboti Cakomban jelent meg, hogy migráns lakások építését tervezik Szabadkán, és vicc, vagy nem vicc. És hát tulajdonképpen, amikor szembesültünk a valósággal, akkor azonnal úgy döntöttem, hogy ebben a kérdésben segítségére sietek, nem csak Erikának, mint kezdeményezőnek, hanem az ottani március 27-i utcai lakósoknak is, tekintettel arra, hogy itt ebben az esetben úgy vélem, hogy nem tartottak be semmilyen jogi előírást. Tehát Önök ellenzik ezt tulajdonképpen? Igen. Nenad Ivanisevics szociálpolitikai államtitkár ugyebár azt mondta, hogy egyedülálló gyermekes anyákat költöztetnének ide, és azokat is ideiglenesen, 18 hónapról van szó. Miért tartanak ettől? Mi Ivanisevics úrral nem beszéltünk, nem tárgyaltunk, mert ő ebben az időszakban, amikor az építészeti titkárság nyilvános betekintésre írta ki ezt a történetet, ő nem tartozkodott a városba, és nem igazán volt hajlandó nyilatkozatot sem adni. De ez ugye, amit most ő a napokban nyilatkozott, ez már egy valahanyadik változata, mert először is ugye az volt a történet, hogy a migránsokat helyezik át, és lakások lesznek a migránsok részére építve. Tehát a befogadó központból helyezik át. Befogadó központból helyezik át őket. Aztán volt egy olyan változata a történetnek, hogy csak migráns családokat, most ugye a legutóbbi pedig anyákról és gyermekekről van szó. Ugyebár aláírásokat is gyűjtöttek azért, hogy ez a migráns lakás komplexum ne épülhessen meg. Hogyan reagáltak erre a szabadkai polgárok? Jó magam szedtem az aláírásokat az utcából, mert én az utcában lakom. Többnyire a lakosok, szinte nem, hogy többnyire, hanem szinte mindenki aláírta a petíciójainkat. Valamint ők is nagyon fel voltak háborodva ennek a hír hallatára, mivel hogy ez nagyon későn tudtuk meg, mink is interneten keresztül tudtuk meg, fönt voltak az internet oldalakon, abszolút nem volt róla szó, hogy lesz ilyesmi, hogy van, mink is úgy voltunk informálva, hogy az interneten keresztül láttuk, és jó magam kerestem meg az Erikát, hogy megkérdezem tőle, hogy ez valóban így van, és mikor után jártunk, valóban így volt, hogy ahogy elhangsúlyozták, hogy oda szeretnék költöztetni a migránsokat, viszont mink félünk az utca biztonságától, mint polgárok, valamint félünk a betörésektől, félcsük a saját családjainkat, szeretnénk továbbra is megőrizni az utcának a tisztaságát és a rendjét. A petíciót, amelyet gyűjtöttek, azt hova adták át, és milyen választ kaptak? A petíciót tulajdonképpen május 3-áig kellett átadnunk az építészeti titkárságra, tekintettel, hogy eléggé furfangos módon történt ennek a kivitelezése, ennek az elképzelésnek a megvalósítása, ugyanis egy bizonyos építészeti tervnek a közvitára bocsátása történt, és ott említették meg, hogy azokban a lakásokban, abban a 6 lakásban 44 négyzetméteres migráns családokat számítanak, szándékoznak elhelyezni. Tehát a közvitára való tekintettel nekünk csak is az építészeti titkárságra lehetett átadni. Emellett, amikor konzultáltunk egymás között, fontosnak és lényegesnek tartottuk, tekintettel arra, hogy olyan rengetegen aláírták, hogy ezt a beadványunkat eljuttassuk a polgármesternek és a városi képviselőtestületnek is. Mindeddig választ nem kaptunk, de tulajdonképpen a
közigazgatási törvény szerint 30 napos határidő van a válaszadásra, ami még nem járt le. Alexander Vulin szociálpolitikai miniszter ma a városba látogatott, és azt nyilatkozta, hogy kérni lehet bármit, a polgárok érdekeit szem előtt tartva, de az állam fog ezügyben dönteni. Erről mi a véleményük? Sajnos azt hiszem, hogy igaza van Alexander Vulinnak ebben a tekintetben, hiszen az állam döntött akkor is, amikor tulajdonképpen egy alkotmányos jogunktól megfosztott a háborúk idején történő betelepítésekre gondolok, és elég rossz tapasztalataink vannak, különösen az ideiglenesen idehelyezett koszovói polgárokkal kapcsolatban, sajnos a családban, közeli családtaggal szemben is történt atrocitás, és elmondhatom, hogy eléggé enyhe büntetésben részesült az elkövető. Seftelnek a piacon, megbontják a... Most maradjuk egyelőre a migráns témánál, nem erre menjünk ennyire vissza. Mi a véleményük arról, hogy el kell majd fogadniuk az állam döntését? Erika? Hát nagyon véleményt nem tudok mondani most még. Várjuk az illetékesektől a kihez fordulnánk választ. Még esetleg még várunk. Még egy ideig szeretnénk várni, és egy pozitív döntést szeretnénk hallani. Ugyebár a VMS is támogatta önöket az aláírás gyűjtésben, számítanak további segítségre? A Vajdasági Magyar Szövetség támogatta, és természetesen továbbra is számítunk a segítségére, tudomásom szerint ez így is marad. Ha mégis elkezdődne az építkezés, mit tennének? Mi történne? Hát valószínűleg, mivel hogy a szomszédok meg a lakosok ott nagyon fel vannak háborúban, valószínűleg lezárnák az utat, hogy ne tudják elkezdeni az építkezést. A környékben mindenki egyébként így vélekedik? Igen, környékben, ott az utcában mindenki így vélekedik, sőt még a szomszédos utcákból is. Én azt gondolom, hogy azt még ugye hozzá lehet fűzni, ugye, hogy 3761 aláírás sikerült összegyűjteni. Ez igazából a március 25-i utca lakosai indították, és ugye csatlakoztak a többi környékbeli utcák is. És más polgárok és is a sétaerdei lakosság is, és más polgárok is. A rövid időre tekintve, mert ugye ez is nem véletlen, hogy a két ünnep között és a hétvégével ugye néhány napunk volt csak, de sokkal több aláírást tudtunk volna összegyűjteni. Ki lehet azt jelenteni, hogy a szabadkai polgárok általános véleménye inkább az, hogy ne jöjjenek ide? Szerintem inkább az. Hát annyira elenyésző volt, ellentétes vélemény. Egyetlen egy hölgy mondta azt, hogy támogatom, fiam, de nem merem aláírni. És egyetlen egy úriember volt, aki azt jelentette ki, hogy elfelejtettük a 90-es éveket. Én azt hiszem, de másutt is másoktól, akik gyűjtötték az aláírást, azt hallottam, hogy még egy tucat ellentétes vélemény sem hangzott el, ami egy óriási eredmény ahhoz képest, hogy közel 4000 támogató aláírás született. Volt, aki azt mondta, hogy 10-szer is aláírnám, ha megtehetném. Követni fogjuk, hogy hogyan zajlanak majd tovább ennek a petíciónak az eseményei, mi lesz a további sorsa. Egyelőre köszönöm szépen, hogy itt voltak és hogy válaszoltak a kérdésre. Köszönjük a lehetőséget. Az óvodáskorú gyermekek anyanyelvének fejlesztése és ápolása kiemelten fontos, mert az anyanyelvű oktatás gazdagítja a szókincset. Az iskola előkészítő csoportban kialakul az iskolai élet és a tanulás iránti pozitív viszonyulás. Megbízható alapot és felkészültséget ad a sikeres iskola kezdéshez. Az anyanyelven megszerzett tudás semmivel sem pótolható. Írass a gyermekét magyar óvodába! A program a magyar kormány, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával valósul meg. Magyarságunk érték, őrizzük meg! Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
Vezetékes víz nélkül maradt Szabadka hétvégén, ennek okáról kérdezem Sugár Györgyöt, a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat megbízott igazgatóját. Köszöntöm a stúdióban. Köszönöm a meghívást. Miért nem lesz víz a városban, és meddig? Tehát a kikapcsolás az péntek este 11 órától szombat este 7 óráig tart. Hát a miért, az egy ilyen komplex, összetett, bonyolult probléma. Csak egyszerűen. Tőben, egyszerűen elmondva, arról van szó, hogy bizonyos vezetékek elöregedtek, tehát ezek már több mint 30 évesek, akár 40 éves vezetékek is, és szükséges a csere rá. Többek között vannak olyan vezetékeket, amiket megoldottunk úgy, hogy nem kellett kikapcsolni a lakosságot, de ez nem történhet még minden pontban. Vannak olyan szakaszok is, mint például ez, ahol teljes mértékben ki kell kapcsolni. Ezek a műveletek, ezek a földmunkák, stb. Ez a város mely pontjait érintik? Tehát a város vízellátása viszonylag egyoldalú, tehát a város északi felén van a legnagyobb ivóvízbázisunk, ott történik ez a leállás, ez látja el egész Szabadkát vízzel szinte, és ott lesz ugye a kutak, több mint, tehát körülbelül 30 kutunk van, amelyik aktív ott, ezek vannak összekötve egy vezetékre, és ezt hívják ugye egy betáplálási pontnak. Szabadka egy ilyen város, ahol nincs több betáplálási pont, egyfelől érkezik a víz, és amennyiben ott szükséges egyes esetekben rekonstrukcióra, akkor az ilyen esetekben teljes leállást igényel. Miért pont a hétvégére időzítették? Azért, mert egyrészt ugye ha azt nézzük, az időpont az sosem alkalmas, ugye, hogy ha azt nézzük a fogyasztó szempontjából, de vannak bizonyos tapasztalatok, méréseink, ami alapján tudunk időzíteni, hogy mikor a legkevesebb a fogyasztás, illetve egyes műveleteket, itt is a kikapcsolás este 11 órakor kezdődik, vannak olyan műveleteket, amiket éjszaka is meg lehet csinálni, vannak olyanok, amelyeket nappal kell. Ezért kombináltuk a kettőt, ugye, hogy legyen, ugye éjszaka kezdődik 11 órakor, és másnap este 7 óráig tart, mert a művelet egy részét éjszaka is meg lehet csinálni. Nem lehetett volna egyébként ezt a komplex műveletet szakaszokra bontani, tehát hogy ne szinte egy 24 órán keresztül ne kapjon a város vizet? Szakaszokra van bontva, mint ahogy mondtam is, vannak olyan szakaszok, amelyeket úgy csinálunk meg, hogy a lakosság nem is érzi. Tehát ezt ott, most ahol nem lehet. Így van. Ott, ahol van úgynevezett áthidalás vagy áthidalási pontok, ott azokat a műveleteket elvégezzük, anélkül, hogy bármiféle leállás legyen, illetve a fogyasztó bármit is tapasztalna. De vannak olyan, úgymond ez a rendszernek a szűk garatjai, ahol nem lehet más csinálni, csak azt az egy csővezetéket, amin keresztül az egész Szabadka ugye ellátása történik, muszáj leállítani. Biztosan sokan bosszankodnak ez miatt, de azért mondjuk el, hogy mivel lesz ezáltal jobb a városnak, illetve a város ivóvíz minősége mennyivel javul. Ez, én úgy nevezném, inkább ez egy beruházási karbantartás, minőségbeli változása nem lesz a víznek. Azzá tesszük jobbá, hogy ezeket a műveleteket nem szabad szőnyeg alá söpörni, ezek egy előregedett vezetékek, 30-40 évesek, amelyek már eloxidálódtak, és ezeknek szükségese a cseréje, ezeket muszáj elvégezni. Ahhoz, hogy a város vízellátása folyamatos legyen, és ne történjen meg olyan eset, mert volt nekünk 2015-ben egy olyan esetünk, hogy csőtörés volt ezen a szakaszon, akkor állapítottuk meg, hogy ez a vezeték nagyon-nagyon rossz állapotban van, és azonnali cserére szorul, mert ha ez véletlenszerűen történik, nem vagyunk felkészülve, város, a vízművek, akkor ugye nem 24 órás leállásról van szó, hanem sokkal tovább, akár hetekre megszűnhet egész várost a víz, ezt nem lehet megengedni. Tehát akkor ennek meg kell történnie. Így van. Az ide évben ezután mik a további tervek? Itt visszamennék ugye, hogy a város, illetve a vízmű egy európai fejlesztési banki kölcsön hitelei keretein belül egy kölcsön szerződésben ivóvíz minőségjavító programot vett fel hitelre. Ebbe beletartozik ugye csatornahálózat kiépítése, ivóvízvezeték kiépítése, ez mindkettő befejeződött, illetve ennek van az utolsó egyes pontja, amit most hétvégén fogunk tapasztalni. Ezután már csak egy pont maradt, ezt nevezném én talán a legkomplexebb pontnak, ez a második ivóvízkezelő kiépítése, ami a város déli pontján található. Itt úgy szintén az északi nagy ivóvízkezelőhöz hasonlóan egy ivóvízkezelő berendezés fog kiépülni, csak sokkal kisebb kapacitású. Tegnap budapesti vendégeik voltak, akik bemutattak egy érdekes gépet. Miről volt szó? Tehát a budapesti vízművek,
és a szabadkai vízművek egy együttműködési szerződésben áll, és a budapesti kollégák elhoztak egy olyan ivóvíz tisztító berendezést, amely ugye katasztrófavédelmi szempontokat vagy ilyen történeteket lát el a világ bármely pontján. Ilyen volt például ez az egység Magyarországról volt 2014-ben, amikor Oberenovácon ugye árvíz volt, ott biztosítottak ivóvizet a lakosságnak. A tegnapi eset egy demonstráció volt, a Palicsi tóból a vizet megtisztítva ivóvizet állítottak elő. Ez egy azért... Meddig tartott ez a folyamat? Ez egy nagyon gyors folyamat, viszonylag pár óra hosszú alatt viszonylag nagyon nagy mennyiségű vizet lehet átdolgozni. Az ő kapacitásuk 225 köbméter, tehát 225 ezer liter tudnak egy nap előállítani. Tehát a Palicsi tóból valójában ivóvizet állítottak elő. Ez azért fontos, hogy ezzel azt szerették volna demonstrálni, hogy bármiből lehet ivóvizet előállítani, tehát bármilyen, szinte bármilyen ivóvízforrású, megfelelő technológia kell hozzá, ami ismert. Viszont ez nagyüzemi berendezésre nem való, csak katasztrofális esetekre, mivel ennek a költsége és fenntartása olyan óriási, hogy ezt a fogyasztók nem tudnák megfizetni. És ezt akartuk bemondani, hogy a technológia elérhető, csak attól függ, hogy ugye kinek milyen a pénzügyi háttere, hogy mennyit szándékozik ugye ivóvízre fordítani, hogy milyen megfelelő ivóvízminőséget kapjunk. Sugár György, köszönjük szépen. Köszönöm a meghívást. Az érettségi külön életszakasz a tanulók életében az első olyan nagyobb megmérettetés, amely akár egész életükre kihatással lehet. A nagy vizsga előtt azonban a felkészítő érettségén felmérhetik tudásukat a diákok. Szerbiában több középiskolában már megírták a felkészítő érettségiket, az eredmények sajnos lehangolók. A főpróbán nagyon sok elégtelen osztályzat született. Az eredmények alapján kérdéses, hány diák tud június elején sikeres érettségi vizsgát tenni. A bejátszások után egy interjút láthatnak, melyet Loboda Árpád készített Lázics Évával, a szabadkai Bósza Milicevic közgazdasági középiskola szaktanárával. A szabadkai egészségügyi középiskolában a diákok még készülnek a felkészítő vizsgákra. Rózsa Boglárka számára nagyon fontos az érettségi eredménye, ezért már több hónapja megkezdte a felkészülést. Számomra különösen fontos az érettségi, mivel én nem fogok felvitelizni, tehát az érettségi eredményeimet viszem tovább. Hát valójában naponta készülök, tehát naponta egy fél óra, és valójában ugye egész évben, mivel készültem, tehát számomra ez nem olyan megterhelő. Péter Dániel, a szabadkai egészségügyi középiskola végzős hallgatója nem az érettségére, illetve az azt megelőző felkészítő vizsgára koncentrál, hanem az egyetemi felvételire. Az érettségi az nem olyan fontos nekem, mint a felvétel, mivel itthon szeretnék felvételizni, Újvidéken, és az sokkal fontosabb az érettségitől. És hogyan készülsz ezekre a megmérettetésekre? Az érettségit azt itt az iskolában tanulom, mivel németből érettségizek, és a tanárnő az segít. A felvételit pedig otthon, illetve külön órákra járok. Nem szabad az utolsó pillanatra hagyni a felkészülést az érettségi vizsgára, mondja dr. Szabó Elvira, a szabadkai egészségügyi középiskola tanára. Az érettségire és az azt megelőző felkészítő érettségire a középiskolai évek alatt folyamatosan készülni kell, hangsúlyozza a tanárnő. Az érettségire való előkészülést valójában az egész 4 éven keresztül tart. Tehát azokat az anyagokat, amiket az órákon veszünk, azt kell, hogy valójában egy kicsit komolyabban átvegyék, átrágják, és ebből lesznek az érettségi kérdések. Az érettségi kérdéseket azt előre a szaktanár szokta megadni, és akkor 3 kérdés, tehát kombinációját szokták kihúzni a diákok. Az előkészített, ők ezeket előre tudják, általában több mint egy hónappal előre megkapják ezeket a kérdéseket. A tanárnő hozzátette, a legtöbb diák tart az érettségitől, és igyekszik kellően felkészülni az utolsó középiskolai felmérőre, ami júniusban esedékes. Mi
Mindössze néhány hét van még a középiskolások érettségéig hátra, ekkor jön az az időszak, amikor a középiskolákban megszervezik a felkészítőket, tulajdonképpen egy próba érettségit tartanak. A stúdió vendége Lázics Éva, a Bósza Milicevic Közgazdasági Iskola szaktanára. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Hogyan segítenek ezekkel a tesztekkel felkészülni a diákoknak? Igen, amikor május, akkor már mindig arról szól, ugye, hogy érettségire készülünk, ballagni készülünk, de lényegében ez a felkészülés a középiskolában, mivel hogy előírt nemzeti érettségiről is vannak egyes szakainkról szó, ebből kifolyólag mi már szeptembertől a gyerekeket ugye készítsük az érettségi vizsgára. Ez két részből áll, a gyakorlati rész és az elméleti tantárgyakból. Az elméleti tantárgyakba veszek részt, úgy mint pénzügyi, ügyviteli, gazdaságtan tantárgyra vonatkozóan, az mellett pedig mellette megy még a számvitel is, mind elméleti. Úgy előírt próba érettségünk nincsen. Szeptembertől folyamatosan, mivel ezek a szaktantárgyak 4, illetve az ügyvitel 3 éves, mi már folyamatosan ugye a megfelelő feladatok, program szerint dolgozunk a gyerekekkel, használjuk is a tesztelésre ezeket. Szeptemberben jön az a kérdés, hogy hogyan is történik ez. Ugye, amikor már megérünk arra 19 évesen, hogy hogyan is nézhet ki, hogy 3 órában mit tudok produkálni, elég az az idő, ismert, ismeretlen feladatok. Ezek olyan feladatok, amivel a diákok később találkoznak az érettségén is? Igen. Ez így néz ki, hogy van egy feladat, egy kiadott feladatgyűjtemény, ebből az elméleti részből is, ugyanígy a gyakorlati részből. Ennek az érettségén a 75%-a ebből a feladatgyűjteményből történik. Tehát abból kapják a feladatokat, 25, ami az ismeretlen. Ami megtörténhet, az az, hogy a feladatgyűjtemény változik az évek során. Ezt általában a tavaszi szünet, húsvéti szünetig, ha változtatnak rajta, akkor adja ki ugye a minisztérium. És de közben nekünk ez egy útmutató, gyerekeknek is ezek a feladatok megvannak, ők gyakorolni tudnak. Idén hogyan jellemezni ezeket a felkészítőket? Milyenek a gyerekek, milyen eredményeket produkáltak idén? Talán ez az egyik generációm, amióta ugye már bankügyes is, pénzügyes is, most már lassan 6-7 évet csinálom ezt az erre az érettségire a felkészülést. Ez az egyedüli generáció, aki nem igazán olyan elánnal állt hozzá, se szeptember, se januárban, mint ahogy vártam. Miért mondom ezt, hogy szeptember-január? Szeptemberben ugye elkezdjük nekik mondani, hogy feladatgyűjteményt kinyomtatunk, régi füzeteket, tankönyveket, jegyzeteket, mindent készítsünk elő. Általában mindannyian megtesszük azt, hogy a téli szünidő, ami hosszabb, hogy addigra átvesszük, átismételtetjük velük téma szerint, évek szerint. De ez állandóan folyamatosan különben történik. A gyerekek használják. Ugye az elsőtől kezdve, ez nem olyan, hogy új anyagok legkevesebb, a negyedikes az új anyag benne, tehát ez megtörténhet. Azzal a reménnyel történik ezek a fölkészülés plusz órák, tehát felkészítő órák, hogy átismételünk egy-egy témakört, hogy ők a téli szünetbe akkor bele-bele néznek. Sajnos ez nem történik meg ezelőtt se. Osztályozás itt történik ezeken a... Személy szerint, és úgy is döntöttünk a kolléganőkkel, kollégákkal, hogy igen, osztályozzuk őket ilyen résztesztekkel, ugye egy-egy modulnak a letesztelésével, mivel hogy az a 4 éves anyag. Ez az ő szakmájuk, ezt már tényleg kisújjukba kellene, ugye, hogy legyen egyes dolgok, amit a gyakorlati órán állandó jelleggel alkalmaznak. Mit tudunk mondani? Vannak egyesek vagy kettesek? Igen, igen. Nagyon sok az egyes. Rossz a hozzáállás, és akkor ilyenkor jön az, hogy áprilisban az utolsó szülőértekezleten újból a szülőket hassanak a gyerekekre, hogy üljenek le. Igen, hogy a környezet, ugye, hogy háttér legyen, mert a szülő is nem igazán, ugye a szülőértekezletekre különben se szeretnek a szülők jönni, pedig hát, hogy a kis embereknek az sokat jelent, hogy ugye a háttérben valaki követ őket, tehát nem
a tanárt kell, hogy kövesse, hanem a saját gyerekét. Ugyanígy, hogy a tantártanároktól mit tudnak külön kérni. Mi az, ami hiányzik? Itt lenne jó, akkor vesz az ember észre, hogy tanultak-e a gyerekek, vagy benne vannak-e folyamatosan, ha kérdeznek. Annak, ha a felkészítőt valaki nem jól írja meg, egyest kap, kettest kap, annak direkt következménye ugyebár nincs, de mégis nagyon sokat elmond arról, hogy az érettségire mennyire van fölkészülve. Természetesen, sőt, az éves jegyekben is van, hogy betesszük azokat a jegyeket, amelyek ugye kihatnak maga a negyedik év befejezésére, átlagára. És ez, amit mondunk, hogy próbaérettségi, ezt inkább, tehát ezt senki nem írja elő a középiskolánkba, ezt inkább mi szoktuk alkalmazni itt május elején, vagy áprilisban, egy vagy két fordulósan, tehát megtörténik, hogy még egyet íratunk velük, hogy a gyerekek azt érezzék, hogy mi is az, tehát az a helyzet, hogy egyedül ülök, ott a számológépem, a digitronom, kapok egy 40 feladatot, vagy egy 20 feladatot, tehát egy 100 pontos feladatot, nem az időre megy, hanem hogy tudom magam föltalálni. Tehát akkor elmondhatjuk, aki egyest kapott, vagy nagyon rossz jegyet, az még az elkövetkező néhány hétbe húzzon bele, és akkor az érettségi is rendben lesz. Lázit Évának köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdió. Nagyon szépen köszönöm én is. Hamarosan csak digitális beléptető kártyával lehet majd belépni az Újvidéki Zsárkóczi-Renyonin általános iskola területére. A digitális beléptető rendszer egy kísérleti program része, amelyet a közeljövőben más újvidéki általános és középiskolákban is bevezetnének az illetékesek. Az újabb biztonsági intézkedésekre többek között azért is volt szükség, mert az utóbbi időben több olyan erőszakos incidens fordult elő a városban, amelyek oktatási intézmények közvetlen közelében történtek. Az előkészületi munkálatok a végső fázisban vannak, így a digitális ellenőrző rendszer napokon belül megkezdheti működését az újvidéki Zsárkóczi-Renyonin általános iskolában. Az iskola területét körülzárták, ezentúl csak digitális azonosítókártyával lehet majd közlekedni a kapun keresztül. Interni nadzor, eksterni nadzor i nadzor koji je sastavni deo ovog sistema. Naravno da je to sve nešto što će doprineti bolje bezbednosti naše dece. Radovi se privode naravno kraju, uskoro ćemo pristupiti testiranju i nadam se da ćemo čim pre deci podeliti ovakve kartice. I uz pomoć kojih će oni moći da ulaze i da izlaze iz škole. Kartice su šifrovane, ID broj je tajna, veza imena, prezimena deteta i ID broja nije omogućena, nije vidljiva i ona se dešifruje samo u slučaju potrebe. Ovo doprinose apsolutno neovlašćenom ulasku lica u školu koja nemaju razlog da vam ulaze i nisu deo života i rada škole. A digitális beléptető rendszer minden belépést és kilépést rögzít majd. A diákok személyes adatai akkor is biztonságban lesznek, ha véletlenül elveszítik a beléptető kártyájukat. Azokhoz ugyanis csak az arra felhatalmazott személyek férhetnek majd hozzá. Az iskola igazgatója szerint az új biztonsági rendszert a szülők is jól fogadták. Kiemelte, hogy amióta fokozzák az iskola biztonsági rendszerét, az erőszakos cselekedetek száma is csökkent. Újvidéken a Zsárkóczi-Renyonin általános iskola az első olyan oktatási intézmény, ahol bevezetik a digitális beléptető rendszert. Ovaj sistem je predstavljen roditeljima na savjet roditelja. Savjet roditelja je usvojio predlog.
Sama ideja je potekla od gradonačelnika Novog Sada koji je imao želju da učini još jedan nivo bezbednosti za škole u Novom Sadu. Ovo kod nas je pilot projekat. Ja se nadam da će, a imam i saznanje, da će uskoro i ostale škole dobiti jedan ovakav vid bezbednosti. Veliko interesovanje i iz drugih škola, tako da očekujem da, evo, da će posle nas ovo krenuti da se uvodi i u druge škole. Az újvidéki iskolában egyébként is komolyan veszik és szigorúan betartják a biztonsági intézkedéseket, valamint a gyerekek jogait, így stábunk sem tudta megkérdezni a kiskorúakat szüleik engedélye nélkül. A napokon belül megkezdődő kísérleti program pedig tovább növeli majd a diákok biztonságát, vélik az intézmény dolgozói és a szülők is, akik szintén bíznak abban, hogy az új biztonsági rendszer bevezetésének eredményessége gyorsan megmutatkozik. Szabadkán is és más településeken is egyre több általános és középiskola szereltet be csipkártyás beléptető rendszert és térfigyelő kamerákat. Az intézmény vezetők szerint nem csak a biztonság fokozódik, hanem a késések és az igazolatlan hiányzások száma is csökken. A bejátszás után egy beszélgetést láthatnak Olga Petrovicsal, a Szabadkai Egészségügyi Középiskola igazgatójával, amelyet Herceg Zsolt készített. Szabadkán jelenleg csak az egészségügyi középiskola rendelkezik ilyen beléptető kapuval. A beléptető rendszer, valamint a kerítések és a kapuk arra szolgálnak, hogy a szabadkai iskolában magasabb szintre emeljék a közbiztonságot. A szabadkai egészségügyi középiskolában csak kártyával tudnak a tanulók bejutni az iskolába. Kártyás azonosító beléptető rendszert és a belépés akadályozó kaput 2008-ban építették az oktatási intézmény főbejáratához. A kártyás kapuk miatt a diákoknak nagyobb a biztonsági érzetük. Szerintem hasznos a beléptető kapu, mivel így csak mi tudunk bejönni, akik ide ebbe az iskolába járnak. Van saját kártyánk, aminek a használatával be tudunk lépni, illetve így az idegenek nem tudnak köztünk besurranni. Lajkó Flórián, a Szabadkai Egészségügyi Középiskola végzős tanulója, célszerűnek érzi a beléptető kapu kialakítását, ugyanis biztonságban érzi magát, és így könnyebben tud a tanulásra koncentrálni. Szerintem növeli az emberek, vagyis az idejáró diákok és a tanároknak is a biztonságérzetét, hiszen így nagyobb a biztonságunk, vagyis jobban tudunk koncentrálni a tanulásra. Mit tudsz tenni abban az esetben, ha esetleg elfelejted a kártyádat magaddal hozni? Hát az van az esetben, ott van a B-terv, valójában ott van a portás, akkor valójában ő segít, vagyis kinyissa nekünk a kaput. Korábban nehezebben tudták követni a látogatók érkezését az iskolába, de a beléptető rendszer és a portaszolgálatnak köszönhetően észrevétlenül senki sem tud besétálni az épületbe. Egyre gyakoribbak a kártyás beléptető rendszerrel ellátott iskolák Szerbia szerte. Szabadkán jelenleg csak az egészségügyi középiskola van felszerelve ilyen kapukkal. Az iskola igazgatónőjét, Olga Petrovicsot kérdezem a témával kapcsolatban. Miért döntöttek a kártyás beléptető kapuk beszerelése mellett? Hát egyszerűen 2008 óta van ilyen biztonsági rendszer, vagyis belépő kártyákat bírnak csak a tanulók, és szintén a tanárok, vagyis az iskolánk közös munkásai ilyen kártyákat bírnak bejönni. Egyszerűen a biztonságuk miatt, a tanulók elsősorban biztonsága miatt van. Mik az eddigi tapasztalatai a beléptető rendszerrel kapcsolatban? Vannak esetleg negatív vagy pozitív tapasztalatai? Hát 2008 óta csak pozitív tapasztalatokat bírunk mondani erről, mert egyszerűen az iskolába csak azok bírnak bejönni, akiknek vannak ezek a belépő kártyák, míg azok, akiknek ez nincs, természetesen nem bírnak, vagyis a bejáratnál kell nekik bejelentkezni. Minden esetben működik a kapu, tehát az egész tanítási év folyamán? Az egész tanítási év folyamán, hát törekszünk. Sajnos vannak esetek, amikor a rendszer is néha nem olyan sűrűn, de leáll, de törekszünk, hogy tényleg, hogy egész iskolaiban ez természetesen működjön. Mit tudnak csinálni, tenni a gyerekek abban az esetben, hogyha ha otthon felejtik esetleg a kártyájukat, illetve kártya nélkül érkeznek az iskolába?
Hát természetesen, hogyha a mi tanulóinkról van szó, akkor a bejáratnál vagy főtalálják magukat, és akkor az osztályból a társa átadja neki a kártyát, vagy a bejáratnál ismerjük őket, beengedjük, de ahogy említettem, törekszünk, hogy természetesen mindenki rendszeresen vigye, használja ezeket a kártyákat. Mit szólnak a tanulók a beléptető rendszerhez? Ellenkeztek esetleg a beszerelés ellen? Hát mindig, amikor kezdetben valamit, mint újat próbálunk ugye használni, akkor kezdetben mindig volt egy ilyen kicsit ilyen negatív hozzáállás, de amikor megmagyarázzuk nekik, hogy miért, és amikor már rendszeresen kezdik ezt használni, akkor már valójában mint egy rutin lesz nekik. És a szülők mit szóltak a kártyás beléptető rendszer kialakításához? Szülők támogassák természetesen, és jónak, hasznosnak tekintik, úgyhogy ez nálunk, ahogy említettem, mint normálisan természetesen működik. Amikor befejezzük az iskolai évet, akkor mindegyik tanulónak kell visszaadni a kártyákat, és utána, amikor szeptemberben ismét elkezdjük az új iskolai évet, akkor újból mindenkinek vissza kiosszuk. Milyen egyéb biztonságtechnikai fejlesztéseket terveznek a jövőben? Terveznek esetleg más digitális eszközök beszerzését? Hát amit illet itten a bejáratnál, nekünk vannak ez az úgynevezett ugye, kamerákkal is, még plusz nem csak a belépő kártyákat használjuk, ami egyszerűen jó is, mert lássuk akkor valójában a számok alapján, hogy mikor jött be a tanuló, és szintén ugyanúgy a tanárok is, és mikor hagyták el az iskola épületét, ami a technikai eszközöket plusz még illeti, elsősorban ezeket az úgynevezett okos táblákat szeretnénk még plusz beszerezni. Köszönöm szépen, hogy időt szakított ránk. A közügyeket Herceg Zsolt tudósította. Szerda este Mórahalmon megtartották a Kapocs Népfőiskola alapító ünnepségét. Az egész Kárpát-medencét behálózó népfőiskolai rendszer célja a közösségfejlesztés, a keresztény értékek és az összetartozás erősítése, a hagyományos gazdálkodási formák, nemzeti kultúránk és hagyományaink ápolása és megőrzése. A Mórahalmi Aranyszőm rendezvényházban tartották meg a kétórás alapító ünnepséget. Az esemény ünnepi hangulatát a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola néptánc csoportja és Petrás Mária népdalénekes adta meg. A népfőiskola rendszer létrehozásának célja a magyar értékek és hagyományok megőrzése az egész Kárpát-medencében. Mórahalom a közösségteremtést és fejlesztést tűzte ki célul helyi és térségi szinten az együttműködő települések bevonásával, az új ismeretek és tudás átadása, illetve az értékek megőrzése és továbbvitele által. A dél-magyarországi és az észak-vajdasági régió esetében a hagyományos mezőgazdasági termelés ápolására helyezik a hangsúlyt, emelte ki a házigazda Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere az alapító levél aláírása kapcsán. Településvezetőként kifejezetten jutatjuk azon szándékunkat, hogy ebben a kérdéskörben együttműködünk, és igyekszünk minden lehetőséget megadni arra, hogy akik ehhez a mozgalomhoz csatlakoznak, és akik betérnek ebbe az intézménybe, azok a mindennapjaik során mindazokat az értékeket, amit közvetlenül szeretnénk alkalmazni tudják a gazdálkodásukban épp úgy, mint a mindennapi élet szervezésében. A Kapocs Népfőiskola alapítólevelét Mórahalom, Zákányszék, Röszke és Domaszék polgármestere, valamint Királyhalom és Horgos helyi közösségek elnökei és Fejsztámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere írta alá. Mi Mórahalommal is egyáltalán ezzel a térséggel már hosszabb ideje együttműködünk, több éves kapcsolatunk van határon átnyúló programok tekintetében is, és szakmai kapcsolatunk is akkor is, hogyha nincs erre uniós forrás vagy uniós háttér. Én úgy gondolom, hogy mindaz, ami a magyarságunk szempontjából fontos, a nemzeti értékeink megőrzése szempontjából fontos, most úgymond egy felé vagy egy helyre kanalizálódik. Igaz, hogy ez most itt Magyarország
ország területén van, de hát ahogy a népfőiskola Kárpát-medencei jelleget szeretne felvenni és így terjeszkedni, én úgy gondolom, hogy első aláíróként a délvidék egy jelentős részét tudja majd képviselni azoknak az értékeknek, amik majd itt bemutatásra és megőrzésre kerülnek. Olyan hagyományokat hagytunk már elveszni a népdalainktól a kultúránkig, hogy vétek lett volna ezt a népfőiskolát nem megalapítani, hangsúlyozta Katona Róbert. Az az a célja, hogy tulajdonképpen ezeket a régi hagyományainkat, a régi dolgainkat, amely az egész nemzetnek az alapja épül tulajdonképpen, hogy ezeket összegyűjtse és továbbadja, illetve hogy raktározza is a következő generációnak, hiszen olyan generációváltást élünk meg tulajdonképpen, amikor már az újabb generációk, az újabb nemzedék már egy teljesen más világban él, egy sokkal rohanóbb világban, és már ezekre az alapokra sajnos nem tudnak támaszkodni. Hogyan tudja mindebből királyhalom kivenni részét? Hát igazából ugye a mi fiataljaink is részt tudnak majd venni akár a gyűjtésben, illetve ezeknek a hagyományoknak a továbbadásában. Én úgy gondolom, hogy minden olyan dolog, amely összefogja a térséget, határon átnyúlva természetesen, nagyon hasznos tud lenni akár a mi fiataljaink számára, de akár a Magyarországon élő fiatalok számára is. Az alapító ünnepségen jelen volt a Magyarországgyűlés alelnöke, aki egyben a Lakitelek népfőiskola és alapítvány elnöke is. Mozgósítani kell azt az erőforrást, ami a kárpát-medencei magyarokban van. Minden ember tehetséges, csak a politika tehetségtelen, ha nem képes mozgósítani, emelte ki Lezsák Sándor. Az az értékfeltárgó kollégium, amit a népfőiskola szervez, ezent a környéki értékek, vagy drávaszög értékei, a csallóköz értékei, vagy a hegyköz és Mulvai Csángú értékek. Ezek az értékfeltárgó kollégiumok lényege az, hogy 40-60-80 egyetemista főiskolás Kárpát-medence egyetemeiről egy hétig járják az adott területet, utána összegzik az értékeket, a föllelt értékeket a helyben. Ki az, aki a legjobb bokácsételt főzi, aki kézműves, mesét mond, aki állatot tenyészt, aki nagyszerű kalácsot süt. Tehát olyan tudástárt fedeznek föl és írnak le egy hét munkája után. Aztán újra visszatérnek egy hétig, járják az adott területet, mély interjúkat készítenek, beszélgetések, fotók, és a végén a harmadik alkalommal felmutatják az adott tájnak, annak a 25-30 településnek az értékeit. A népfőiskolák egyik feladata tehát a helyi értéktárak létrehozása. A Kapocs Népfőiskola alapító ünnepségét követően kiállítást nyílt Petrás Mária, népdalénekes, és kerámia művész kerámia dombor műveiből. A tárlat megtekinthető a Mórahalmi Aranyszöm rendezvényházban május 31-ig minden munkanapon 8-tól 16 óráig. Köszönjük figyelmüket, ez volt már a közügyek, holnap Toma Viktória várja majd Önöket. A viszontlátásra!